A galamb, mint a béke jelképe. Ez a központi motívuma Szamos Iván sorozatának. A vegyes technikával készült alkotások az ukrajnai háború pusztítására is rávilágítanak. A béke volt az egyik legfontosabb témája a Galéria 12 Egyesület egyik őszi kiállításának. A kerületi művészekből álló egyesület idén lesz 15 éves. Ebből az alkalomból a jubilómi kiállítás mellett másik 10 tárlatot is szerveznek. A kiállítások megrendezését az önkormányzat is támogatja, a civil szervezetek számára meghirdetett pályázaton keresztül. Szintén ennek a programnak köszönhetően kap támogatást a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, amely több közösségfejlesztő eseménnyel készül az idei évre. 5 különböző témakörben hirdettünk meg pályázatot, összesen 65 millió forint keretet biztosítva ezekre a pályázatokra. Az első pályázat, a civil pályázat, amelyet már több év óta meghirdetünk a lakosság számára, és nagyon népszerű ez a pályázatunk. Az idén 38 pályázat érkezett, és elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag majdnem mindenkit tudtunk támogatni. Egyetlen egy pályázat nem tudtunk támogatni. A támogatott programok között nem csak kulturális, de környezetvédelmi, zenei, ismeretterjesztő és esélyegyenlőségi kezdeményezések is szerepelnek. A hegyvidéki önkormányzat több másik pályázattal az iskolák tanulmányi kirándulásait és sportszervezetek tevékenységét is segíti. Itt fontos az, hogy szabadidő diák, illetve tömegsport területén támogatjuk a sportfoglalkozásokat, a kerület területén működő foglalkozásokat. Itt 7 darab pályázat érkezett a pályázatra. Minden pályázatot tudtunk támogatni. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen az állami számvevőszék által elvégzett vizsgálat eredményeiről is szó volt. Az összesen 7 területre kiterjedő ellenőrzés során nem csak 3500 különböző dokumentumot vizsgáltak át a szakemberek. A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása kiegyensúlyozott, fizetőképessége stabil volt. A költségvetésről szóló rendeletek megfeleltek a törvényben előírt követelményeknek. Sok-sok 10 000 oldalnyi anyagról van szó. Azt kell mondjam, hogy a polgármesternek tett 2 és a jegyzőnek tett 15 észrevétel alapján büszkék lehetünk ennek az ellenőrzésnek az eredményeire, és itt is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, hiszen ez tavaly nyáron nagyon hosszú időn keresztül, nyáron és ősszel hosszú időn keresztül tartott. A vizsgálat azt is megállapította, hogy az önkormányzat sikeresen tért át a digitális ügyintézésre, és biztosítani tudja az ügyfelek adatainak védelmét.